Nem tudom, hogy most azért remegek, mert izgulok, vagy azért, mert még korábban is rohadt hideg van, vagy azért, mert egyáltalán nem aludtam semmit. Ugyanis ma van az a nap, amikor itt alszom. Még fel sem értem a metróból, meg már jött két ilyen BKK-s, aztán mondta, hogy hát lemaradtam. Majd jön a következő, úgyhogy ja, eljöttem a... hol vagyunk? Kálvinra, így majd innen buszhozok, de nem, úgyhogy lemegyek Kőbányára. Még egy helyzetváltozás. Megint leszólítottak, hogy nem érdemes átvennem a városon azért, mert ez csak egy megálló, és igaz, hogy 20 perc múlva fog jönni, de még úgyis gyorsabban odaérek. A reggeli hülyéskedésre számítva igazából van még másfél óra a gépig. Csak múltkor azt hiszem a B-ből indult, most meg az A-ból fog, talán oda találunk. Szia, tudok jönni? Viszlát! Szuper! Szóval igazából azt leszámítva, hogy eltévesztettem egy terminál, minden nagyon tök királyul ment, úgyhogy a csomag az le van adva, itt vagyok fenn. Ja, és a dolog, hogy miért busszal jöttem, mert nézegettem a taxikat, hát olyan 4-5 ezer forint igazából, de az a pénz, amit azon megsporoltam, az most... szóval kaja. Kell valami reggeli. 8 órán múlott pár perccel, szóval még egy picit több mint fél órán van. Telefonálnak hárat. És aki igazából nem látta az előző videót, annak újra elmesélem, az út az Amerikába lesz, viszont most az első géppel csak Isztambulba fogok menni, úgyhogy eléggé furó, hogy elindulok először keletre, és aztán nyugatra mehessek. Köszi! Volt körülbelül egy vagy másfél óra az átszállásra, és ez mind el is ment. Átnézték az utcainkat, sorba kellett hozni, hatalmas ez a terminál, úgyhogy majd ha odaértem, akkor azért csak mesélni. Hello! Hi! Hi! First side, please! Thanks! Hello! Goodbye! Jó nagy egész, úgyhogy körülbelül fél óra múlva indulunk. Addig meg, nem tudom, még akartam kajálni a lettéren, vagy bármit csinálni, legalább körbenézni, hogy mi újságban. Nem jött össze. Egyébként az előző út az csak 2 óra volt, viszont ez 12,5 lesz. Életemben nem utaztam ennyit, főleg nem géppel. Egyébként nagyon jó, mert tényleg van mindenféle hülyeség, meg az előző gépen is kaptunk reggelit, szerintem itt is lesz aztán ebéd meg vacsora. Max alszik. Van ablak, hogy a fürdőszobában, nem tudom ezt minek nevezni. Tehát egyébként hatalmas ez az egész gép, én teljesen meglepődtem. Szóval kaptunk mindent. A szemfedőn keresztül, a vacsorát, kaptunk szájkrémet és ki vagyok sebesed, teljesen minden hülyeséget kaptunk. Leszálltunk ott Törökországban, Isztambulban, hát mondom, mi a francot keressünk ide most itt tök komolyan, de annyira luxus az egész egyszerűen. A kajájuk az rohadt finom például. Annyit eszel és annyit eszel, amennyit akarsz. De komolyan, finom csirkét csinálnak itt a gépben, mint otthon. Van süté, minden hülyeség, filmből is millió fajta, zenéből is millió fajta, adtak fülest is hozzá. És igen, tudom, hogy ez most nem luxus meg semmi, mert még csak bizniszen sem vagyok, nem vagy első osztály, egy sima nemzetközi utazás, de egyszerűen soha nem tapasztaltam ilyet, és most ilyen király. Úgyhogy ja, most hagytuk el nemrég a Franciaországot, szóval hát még olyan félúton sem lehetünk. Na irány visszaaludni. Körülbelül 10 órája vagyunk ezen a gépen, és egy percet nem tudtam aludni, bármennyire is próbáltam. 3 filmet néztem meg körülbelül 3-szor volt ilyen nagy kajálás. Az nagyon finom, de az alvás nem ment. Újra frissek. Megkezdtünk! Laza 14-15 óra volt az út, azt nézem otthon hajnali 1 van, úgyhogy már nem fogok senkit felhívni, de itt meg körülbelül olyan 6 vagy 7 óra, úgyhogy remélem, hogy átengednek itt a becsekkolás résznél és akkor Amerikában.